Az utóbbi hetekben, hónapokban központi témává vált a pocok, a szántás és a forgatás nélküli talajművelés kapcsolata. Mi más lehetett volna a körkérdésem a 7. talajélet konferencián, ha nem ez? No-till és mintill gazdálkodókat kérdeztem arról, hogy náluk van-e pocok, milyen károkat okoz és milyen megoldásokat látnak. Gribek Dani vagyok, ez itt a Hektár Vlog. Tartsatok velem! Attila, központi kérdés most az elmúlt hetekben, hónapokban, és így a talajélet konferencián is, hogy mi a helyzet a pockokkal. Szerinted a szántás a megoldás? Számomra nem. Nehéz egyébként. Tehát most én is csináltam 100 hektár no-tilt, kukorica szója után, és nem szívesen megyek abba a vidékbe. Van pocok rendesen. Most már kezd egyébként, úgy néz ki, hogy kezdenek csökkenni, és én úgy gondolom, hogy ezért tavaszra összefoglalni a populáció. De tehát én azt mondom, hogy azt, amit idáig 2017 óta elkezdtünk csinálni, tehát hogy az én már nem mernék úgy hozzányúlni, hogy most egy agresszív módon beavatkozzak a rendszerben, csak azért, hogy most megoldjam a problémámat. A másik dolog az, hogy ezt egyértelműen én nem tudnám kiemelni, hogy én láttam a környezetemben, hogy akik szántottak és mély művelést alkalmaztak, az lehetett akár lazítás is, vagy gruber, és az őszivetésekben ugyanúgy jelentkeztek a pocok kártételek. Tehát ez sokszor nem csak a talajművelésre vezethető vissza, hogy mennyi pockunk van, vegyük például a szója esetünket, amiben már eleve benne volt, és ez ugyanígy volt a tavalyi évben is már nekünk, hogy a szójában ott voltak a güzű, meg a mezei pocok is. És én szerintem ez összetettebb kérdés, mint ahogy mi ezt lereagáljuk és gondoljuk. Úgyhogy az én kis madárprogrammal ezt a problémát még a jelenlegi helyzetben nem tudtam megoldani. Ez azt jelenti, hogy 2 éve indítottuk ezt a programot, de ugyanennek sokkal hosszabb idő kell, hogy fölépüljön egy olyan ragadozó madárpopuláció, ami ez még csírájában képes egyensúlyozni azt a kialakuló gradációt, ami most súlyos problémát okoz nekünk. És nekem nagyon jó példa Feri, Berend Feri, ahol erdőkkel, erdősávokkal van tele, és gyakorlatilag nincsen pocok problémájuk. Van helyette más probléma, de hogy az erdő és a fák hiánya, tartom ez egyik legnagyobb problémának egyébként. Tehát, hogy a pocok az azért tud felszaporodni, mert nincs meg hozzá az a megfelelő természetes ellenfél abban az egyedszámban, ami ezt ellensúlyozná tudná. És hogyha valakit érdekel az a bizonyos madárprogram, meg az a technológia, amit te csinálsz, ugye Szeged térségében, annak javasoljuk azt a Hektár Vlogot, amit nyáron készítettem nálad, úgyhogy meg lehet tekinteni. Gergő, 2017 óta foglalkoztok Mezőcsát térségében forgatás nélküli talajműveléssel. Mi a helyzet idén a pockokkal Borsod megyében a ti tábláitokon? Mi már 18 óta téfákat alkalmazunk, vetés után, búzavetés után a táblák szélein, vagy olykor a táblák közepébe is leállítunk egy legalább 250 magasságba mogyoró fából kialakított téfákat. A szélén azok megmaradnak egész évben, a közepéről kiszedjük szezon közben, hogy közé tudjak menni, gyomirtózni, ha szükséges, úgyhogy így nálunk az egerészőévek megoldják ezt a kérdést, ezt a problémát sokkal minimálisabb, szinte észrevehetetlen a mi tábláinkon a pocok probléma. Én úgy gondolom, hogy a madarak onnan tudnak táplálkozni, ahol le tudnak szállni. Nyilván, hogyha a szomszéd táblájában 30 hektárban nincs egy fa se, ott nem fog tudni olyan hatékonyan vadászni, mint a mi tábláink szegélyébe. A legnagyobb táblánk is 17 hektár, úgyhogy nem olyan óriási nagy táblákról beszélünk, de nyilván a körzetünkben is vannak 30 hektáros táblák.
ott azért más, hogy tud a pocok populáció fejlődni. Zoli, 2020 óta foglalkozol Mintillel, Nótillel, Kiskunmajsa környékén, abszolút homokon gazdálkodsz. Na, ott mi a helyzet a pockokkal? Egyrészt nyilván érdekes ott a alföldi homok, másrészt a Mintill meg a Nótill. Nálunk is azért, amióta így a talajborítottság állandó, azért megjelentek a pockok, és én is sokat izgultam rajta, hogy gazdasági kár ne legyen belőle, sokat gondolkodtam az írtáson, hogy kell-e még főleg kezdetekbe, de aztán így, hogy így hetekről hetekre jártam ki, és jártam, láttam, hogy a járatok kezdenek megszűnni, és hogy már egyre kevesebb van, akkor rájöttem, hogy így a természet elrendezi a dolgot. Tehát gazdasági károm nekem ebből még soha nem született az elmúlt időszakban sem. Zsolt, több mint 10 éve foglalkozol forgatás nélküli talajműveléssel, és a Nótillbe is bele-bele csipegettél már jó néhány éve, talán itt ilyen 5 éves távlatról beszélünk. Nagyjából így van. Úgyhogy hát neked is van már tapasztalatod, mi a helyzet a pockokkal a ti területeiteken? Gyakorlatilag én nálam a csúcs az most már a 2023-as évben megjelent tavasszal, viszont jelen pillanatban úgy látom, hogy nincsen nagyobb problémám, mint a környékbeli többi gazdálkodónak, mint általában én nálam is rudeáliák felől jönnek be, tehát nem tudnám egyértelműen azt kijelenteni, hogy a forgatás nélküli vagy a no-till akár jobban kedvez a rágcsálóknak, mint a hagyományos művelés. Itt azt mondtad, hogy 2023 tavasza. Kénytelen voltam kémiai úton a pockok mennyiségét szabályozni. Hát ugye most azért elég jól elöntött minket a víz. Meg kell várni, míg kikatavaszodik, tehát meglátjuk ezt, hogy a vetések a magas talajvíz miatt szenvednek-e kárt, és pluszba esetleg a pockok véget. Tehát most az ősszel nem tudtam védekezni, szerettem volna, de nem sikerült, úgyhogy ez most csúszik a tavaszra. Endre, itt a Talajélet konferencián több gazdálkodónak is feltettem a kérdést, hogy mi a helyzet nála a pocok téren, és mit gondol róla, van-e gazdasági kár? Elég sokféle választ kaptam, de közben ugye van egy vélekedés, hogyha a közösségi médiát nézzük, más rendezvényeken járunk gazdálkodókkal, amit nem jelent meg, de ez a vélekedés az, hogy a szántás az egyetlen megoldás a pocok ellen. Talajtanosként is könnyű erre válaszolni, de most kivételesen elmondhatok egy titkot, hogy én, amikor az agráron végeztem Gödöllőn 93-ban, akkor Tóth Feri barátommal pont a kisemlősök populáció dinamikájának vizsgálatából írtuk a diplománkat, és amikor valaki arról beszél, hogy a szántás az jó ellene, akkor úgy mindig az jut eszembe, hogy amikor ások egy szelvényt, akkor 80 centén, 120 centén, 130 cent tele van krotovinákkal. Ezek a krotovinák, ezek itt a sárga altalajban található, fekete 3-5-7 centis, tök mindegy mekkora kis foltocskák, amik tulajdonképpen az állatjáratokba hullott felszíni talaj. Ezek nem lennének ott, hogyha ezek nem ástak volna oda le. És amikor Feri barátommal ástuk egyszer, tudni akartuk, hogy miről is szól ez a munka, és kerestünk egy pocokjáratot, és elkezdtünk ásni. És van egy olyan fényképen még, így emlékeimből, hogy Feri barátom fekszik a talajon, és én fejjel lefelé lógok bele, úgyhogy már csak a bokám van, és a bokámat tartja, és én előre hosszú kézzel kinyúlva próbálok ugye haladni a járatban lefelé. Ez több mint 2 méterre ment le. Ezek a pockok nem a 0-30-ban élnek, és ezt azért azt gondolom, hogy aki már vizet fektetett, vízcsatornát és a többi, nagyon jól tudja, hogy 80 centire le kell tenni. A pockok se akar megfagyni, meg elázni se akar az esetek jelentős részében,
Úgyhogy miért egy olyan talajban élne, ami a legszélsőségesebben változó rendszer? Elsőre jól hangzik, amikor azt mondjuk, hogy a szántás hat rá, és még nyilvánvalóan van egy olyan hatása, hogy összetöri azt a 0-30-at. Tehát azokat a végjáratokat, amik feljönnek a tetőre, azokat megszünteti. Persze, hogy megszünteti, ebben nem vagyok biztos, mert amikor ezek a szép nagy szalonna darabok egymásra esnek, akkor közöttük olyan mesterséges terek jönnek létre, hogy a pocok hamar, gondolom, regenerálja azt a beszakadt járatrendszert, és gond nélkül szaladgál ezekben, és utána ér és virul, köszöni szépen. A pocok invázió az pocok inváció, ugye a gradáció az gradáció, amikor ugye olyan környezeti feltételek vannak, akkor bizonyos időszakonként a pocok áramlány megugrik. És biztos, hogy valami zavarást okoz az életükben, hogy a kijáratot ott elzárják, meg az is, hogy az a pont az a pár darab szerencsétlen, aki éppen abban a járat szakaszban tartózkodik, amit éppen kiforgatnak, az kidobja, és a gólyák, meg a gémek, meg bárki más ugye nagy örömmel felfalják őket. Úgyhogy bizonyos kontrollt biztos, hogy hat rá az állományra, én azt gondolom, de jelentősen nem változtatja meg. És én azt gondolom, hogy ez nem védekezés. Én azt látom, bárhol megyek, hogy az ország nagy részén művelnek. Hagyományosan művelnek, ezt mindannyian tudjuk. Furcsa módon a pocok nem a regeneratívban van benne magában, hanem az ország minden területén ott van. Akkor mi a kérdés? Most volt a Matyónál egy érdekes vizsgálatunk, nem a pockokról szólt, úgyhogy ugyanígy kognitíven tudok rá válaszolni, és elfogultsággal, mint ahogy a gazdák jelentős része ezt teszi, igaznak vélt axiómák által, hogy a tábla egyik részén egy nehéz tárcsa ment át kétszer, a másik részén viszont nem ment semmi, csak a takaró növény volt. Gyakorlatilag szemmel nem tudtam különbséget tenni a két oldal pocok járatai között. Ugye az látszik, hogy bárhol megyek, ugye gazdák látják, hogy kis luk, ahol kinyílik, kis dombocska, és mellette hosszú járatrendszerek. Sőt, ma még jött oda hozzám egy kedves hölgy, és azt is megkérdezte, hogy tanár úr, lehetséges az, hogy a pocok járatok miatt idén nem állt meg a víz a táblámon. És azért el lehet képzelni, hogy az a mennyiségű, az a térfogat, amit egy ilyen pocok invázió járatban okoz, és az a talajforgatás, ugye erre vágyunk, a giliszták talajforgatását szeretjük, a bármit szeretünk. Én azt gondolom, hogy a pocok járatok talajforgatása is talajtani szempontból hasznos. Az más kérdés, hogyha sok a pocok, akkor sokat teszik meg a terményekből, de én azt gondolom, hogy ez nem a talajművelési technológia, mert ha ez így lenne, akkor gyakorlatilag a pockok már eltűntek volna, mert hogy több évtizeden keresztül itt mindenki szántott.